nézzük meg most azt a beállítási lehetőséget, hogy mi történik akkor, hogyha véletlenül ugye visszaállítottunk mindent, tehát működik minden szépen és jól, viszont az adminisztrációs felületbe nem tudok belépni. Azaz, az történt, hogy elfelejtettem az admin jelszavamat. Hát hogy lehet ezt lenullázni, kiütni, netán újat írni helyette? Ehhez, ha elérem én az adatbázisomat, akkor nagyon könnyen hozzáfoghatok Visszatérek én a lokálhozba, és azt kell tennünk az adatbázisunk kiválasztása után, hogy megkeressük szépen a Users táblát. Tehát itt van ez a Users. Ugye hogy mi az előtag, az most mindegy, ugyanis lehet, hogy neked más lesz előtte írva, de a Users a fontos. Rákattintva azt látjuk, hogy betöltődik ez az oldal, és a tartalma meg is jelenik itt. Hát egyetlen egy felhasználót látunk, amely az adminisztrátori felülethez kapcsolódik. Fontos megjegyezni azt, hogy ha itt nagyon-nagyon sok felhasználó van, akkor érdemes a keresésre kattintani a felső menüsoron, és beírni például a username-hez azt, hogy admin. Ennek hatására az oldal alján, ha az indításbanra kattintunk, akkor ki is választódik egy ilyen narancssárga vagy inkább piros kerettel az admin. Tehát az a szó, amit kerestünk. Hogyan lehetne ennek a jelszavát módosítani? Hát először is a módosítást kell választani, vagy ha nincs odaírva, akkor egy ilyen kis ceruza ikonra kell kattintani. Én a módosítást választom ki, és látjuk, hogy nagyon sok információt meg lehetne itt adni. A legfontosabb, hogy ez egy super user, azaz egy root típusú user, tehát nagyon magas szinten van, és azt is látjuk, hogy itt van például a felhasználó neve, e-mail címe, és itt található a jelszava. A jelszó az egy MD5-ös kódolású, hogyha máshogy akarjuk kódolni, akkor a legördülő menüből itt választhatunk a kódolások közül, az MD5-öt kell el egyébként kiválasztani, erre kattintva, és ide beírva egy jelszót, méghozzá úgy, hogy itt mindent Ctrl A-val vagy vonzolással kijelölök. Már meg tudom változtatni az itt lévő jelszavamat. Ha ezzel készen vagyok, akkor ezután már csak az indításra kell kattintani, és onnantól kezdve már be tudok lépni az adminisztrációs felületen az új jelszóval.